az utóbbi időben fölmerült az, hogy bizonyos mentális zavarokat, mint például a depressziót, azt a mesterséges intelligencia diagnosztizáljon. A sajtóhírek szerint a Budapesti Műszaki Egyetem és a Semmelweis Egyetem, ami ugye az orvosi egyetem, együtt dolgoznak egy olyan applikációnak, egy olyan telefonos alkalmazásnak a fejlesztésén, amelyik azt csinálná, hogy hang alapján, tehát az ember beszél, és a hangja alapján próbálja belőni azt, hogy ő depressziós-e vagy sem. Depresszió az nem egy orvosilag megfogható betegség. Nincsen egy olyan kimutatható valami az emberben, amit ki lehet mutatni egy normál betegség esetében. Az, hogy valaki mitől lehet depressziós, vagy mitől mutathat ilyen tüneteket, annak pedig ezerféle háttér oka lehet. Tehát tulajdonképpen ez a depresszió olyan, mintha azt mondanánk, hogy a láz lenne egy önálló betegség. Láz szindrómája van valakinek. Kezeljük a láz szindrómát. Mit írunk föl rá? Lázcsillapítót. Hogy mitől lázas az illető, hogy baktériumos fertőzése van, vírusos fertőzés, vagy bármi egyéb olyan dolog van, ami lázat vált ki, azzal nem foglalkozunk. A lényeg, hogy a láz szindrómával mi megküzdjünk, és adjuk neki erre gyógyszert. És képzeljük el, most csak hasonlatképpen ugye erre az applikációra, amit a depresszióval kapcsolatban fejlesztenek, hogyha az lenne a párhuzam, hogy hőmérőket állítanak fel úton, útfélen, ugye orvosi rendelőkben vagy akárhol, ami automatikusan méri a pácienseknek a tüneteid, vagyis a hőmérsékletét. És ha valakinek a szokásosnál magasabb a hőmérséklet, jelez a rendszer, és elmegy az értesítés a központba, hogy ennek az embernek láz szindrómája van, vagyis ettől a betegségtől szenved. Már megy is az orvoshoz, már írják föl neki a lázcsillapítót. Ez azt hiszem, hogy egy jó párhuzam, ezt részben most találtam ki, hogy beszélgetünk. De nagyon jó hasonlat. De a depresszió ugyanez, valamitől az embernek lehangolt tünetei vannak, tehát van valami a háttérben, ami ezt okozza, és erre azt mondják, hogy ez egy betegség magára a megnyilvánulásra, és ezt próbálják meg diagnosztizálni, majd aztán gyógyszerekkel kezelni. És hát láthatjuk, hogy ugye ez az egész hol sántít, vagy hogyan nem stimmel, és talán ez az egyik legfontosabb probléma ebben a kérdésben. Egy olyan dolgot próbálnak meg diagnosztizálni, ami valójában nem egy betegség, nem egy megfogható dolog, aminek van egy jól elfogadott, jól működő kezelése, hanem mi fog történni az illetővel, jó eséllyel antidepresszánst írnak fel neki, vagyis olyan pszichiátriai szert, amely így vagy úgy, de elnyomja, elfedi ezeket a depressziós tüneteket, és ezzel le is van tudva a dolognak a gyógyászati része, és hát ez ugye aztán elég messzire vezető problémákat okozhat.